Na, sziasztok! Én Dojo vagyok. Ez a PTR sorozatomnak a negyedik része. Ebben a videóban megyünk egy Skynal busszal, vagy nem tudom most, hogy egyik, már bocsássatok meg. Na hát akkor egy kis... Na hát akkor induljunk el! Kérlek szépen! Várjátok, majd imádkozom kell, hogy induljon el. Na, akkor indulhatunk, ugye? Igen, jó, induljunk. És nem értem, minek a City pályát indítottam el, de mindegy. Jó ez. Jó, ez egy csuklós busz. Ezért nehezebb egy kicsit irányítani, és persze piros a lámpa. Természetesen piros. Azok kiteszik az indexet. Ez a busz igazából ne buggoljon. Így néz ki. Nézzük meg kettes kamerában, már zöld lett a lámpa, akkor indulunk. Megindulunk. Kanyar, óvatosan, ugye. Miért álltam le? Most nem nézem meg. Most sietek. Menetrendet be kell tartani. Mint ezt tudjuk, index. De fölpatkáztam már megint ezt a buszt, és most bemegyek a célba. Nem megyek be. Milyen érdekes. Jó, hát elég érdekesen beálltam, de sokáról beállom a megállóba. Egy indulás tovább. És hát be is értünk. Három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenhárom. Igen. Köszönöm. De ezt hogy képzelni már megint, hogy kidob reklámot? Értek. Egyébként nem rossz játékosság. Jó, ebben most a busz bemutattuk. Ebben is csak három busz fogok meg bemutatni. Most ez csuklós busz, oké. Indítok. Ez a videó, hogy most csak a csuklós buszokról fog szólni. És vidékes pályán megyünk. Egyébként ez nagyon menően néz ki ez a busz. Szerintem hasonlít egy kicsit egy új Vanfordra. Kár, hogy nincs benne Icarus 280. Ez nagy álom volt. És átérünk természetesen. Nem miért ne érnénk. Igen, itt van egy hapa. Ez a buszom egyébként sosem mentem. Még most vezetem én is ezt először. Itt a megálló. Itt nagyon kell fékezni, mert lehet, hogy túlcsúszunk, ismerem már csuklós buszokat. Első csuklós buszomnál nagyon nehezen tudtam vezetni. Igen, elsejtettem. Mindig itt szoktam elcsúszni egyébként. Jó, de most ez tök szabályos, hogy beállhattam. 10-es busz és Dojo természetesen. Kiírással. Azon is kivittünk egy 1-es pályát. Oké. Sajnos ebben a játékban kevés a csuklós busz. Mondjuk itt még van egy. Jó, majd meg megyünk ezzel is, de most menjünk ezzel, ez jó. Ez volt az első csuklós busz. Mentünk City, nem megyünk Citybe. Menjünk Kertváros, az jó pálya, azt imádom.
Nem pálya, tőlem. Ebben ezt a buszt mutatom be, meg azt a másik csuklósot, aztán szerintem vége ennek a videónak, de még ne gondolkozunk annyira előre. Az viszont nagyon hosszú ötajtós busz. Nem hittem volna, hogy ilyen is van. Tartos. Max külföldön, vagy dupla csuklós. Valahogy ezt nem értem. Jaj, ne. Tinnex. Istenem, ezt nem is. Jó, bekanyarodtunk, kitettük az indexet, szabályosak vagyunk, mert minden. Ez csak jó. Sokajtós busz, nem tetszik az utasaknak. Istenem, ez tényleg nagyon hosszú. Ez nevezem már. Szerintem ez man. Buszra hasonlít, hosszabb, mint a megálló. Megnyitottam a kívülencsőt, ezt nem is hiszem. Na hát, és itt is párolog előttünk az, hogy gyönyörű cél, ahol karambolóztak. Oké. Okay. Engem nem félítenek el. Nem karambolózzon senki, nem ajánlom nekik. Akkor most bemutatom nektek ezt az utolsó csuklós buszt ebben a videóban, amit úgy nevezett el a játék, hogy Mega. Biztos jó. Azért nevezte el Megának. Mega giga jó ez a busz. Ez is Mega Ultra. Ez a távolság. Lehet, hogy ebben a videóban most nem nagyon lesz már több időm videózni, de ez lesz az utolsó busz, amit bemutatok. Nagyon sajnálom, hogy minden. Nekem van elsőbségem, ne gyere belém. Igen, valahogy sejtettem be az alagútba. Csak sietek. Már mennem kellett nekem is aludni. Tudjátok, hát, tudjátok, ilyen az élet. Azért fékezni kell. Ó, hogy ugrált a busz helyzén. És megtisztette az indexet. Itt indexelünk, mert itt arra megyünk, és lesz majd pirosat. Hú, milyen jó, hogy én lefékeztem időben. Ugye? Mindig piros a lámpa. Ó, éjjel, indulunk. Végre zöld a lámpa, szabadság, zöld hullám. Persze. Most ez egyes pálya, egy megállós, és ennyi ezért kell mennünk ezért az egy megállóért. Tök jó kanyarodik a csukló, az jó. Régen nem tudtam vezetni a csuklós buszokat a PTS-be. Annyit szenvedtem velük, Istenem. És meg ebben a videóban megtanultam vezetni csuklós buszt. Ennek sincs olyan kevés lehetője, és milyen menő a csuklója belülről. Vizes busz dojo, és hogy nem alacsony padló. Oh, kiesett az utas. Láttátok ezt a bugot? Úristen, ez nagyon kemény volt ez a bug. Na jó van, nem. Igazából ennyi lenne ez a kis videó. Remélem, hogy élveztétek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, és természetesen iratkozzatok is föl. Most akkor gyönyörködhetek a gyönyörű buszban, amíg be nem megyünk célba. Sziasztok! Én Dojo voltam ebben a videóban.